Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A Jupiter most fog bemenni a kosba, és én abba bíztam, hogy talán bejelentenek egy tűzszünetet. Hát még nem ment be a kosba, de valójában az látszik kirajzolódni, hogy nem akarják ezt a háborút abba hagyni. És az elmúlt napok, hetek történései, azok számomra, tehát az én véleményem szerint egy végtelen, mocskos, ördögi tervnek a meglétét mutatják. És az is előfordulhat, különösen amikor majd a Mars is átmegy a kosba, hogy a háború kiszélesedik. Azt kérem, hogy nézzék el nekem, hogy emberből vagyok én is. Gyerekeim vannak, unokám van. És ilyen helyzetben az asztrológus úgynevezett objektivitása még kevésbé működik, hiszen valójában azt szeretném kiolvasni a bolygók állásából, hogy a háború befejeződik. És most egy kicsit úgy elkeseredtem, mert úgy látom, hogy szó nincs erről. Jó lesz az a támadási horoszkóp, ugyanis az a helyzet, hogy az egy nyilas aszcendenssel történt, és ha megnézzük az USA horoszkópját, akkor az USA Marsán, tehát az USA... Hát valójában akik itt háborút viselnek egymással, az egy nagyon furcsa helyzet, mert Ukrajnának hívják elvileg, de az Ukrajna az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország. Amerika bajban van, az oroszoknak rengeteg nyersanyaguk van. Hát, aki egy kicsit olvas a sorok között, és látja, hogy mi folyik, mi történik, teljesen evidens, hogy az úgynevezett mély állam, vagy deep state, az most egy ilyen... Tehát nincs itt mese. A globalizáció, a világuralmi törekvések napnál is világosabban megjelennek. Nem túl örömteli ez a háttér. És valójában, amiért én most ideültem a kamera elé, az nem ez a téma volt elsősorban, hanem a kedves nézőimet szerettem volna megint figyelmeztetni, hogy 20-áig, jobb, ha mindenki ül a popsiján türelemmel, mértéktartással, nyugalommal, mert ez a nap Uránusza. Tessék belegondolni itt a zivatarok. Hány zivatar volt? Én is most egy zivatar után ülök ide ki. Tehát egyrészt van egy nap Uránusz együttállás, másrészt van egy közeledő nap Szaturnusz derékszögű fényszög kapcsolat, és ezt még majd fokozza a jövő héten Mars-Neptun együttállásba bele helyezkedő állapot, ami tiszta káosz, tiszta kaotikus szituációt jelent.
És mindig a szememre hányja egy-két kedves néző, hogy miért nem a spirituális oldalát bontakoztatom ki. Én olyan szívesen bontakoztatnám a spirituális oldalát, de az emberek jelentős része az nincs ezen a szinten. Szomorú ezt kimondani, de ez a helyzet. Meg se értik, hogy miről beszélek. Tehát így csak azt tudom mondani, hogy türelem, spirituális értelemben is megjelenik a türelem. Szaturnusznál mindig mértéktartás. Ez egy ilyen kulcsszó a Szaturnusznál. Mértéktartás. És a mértéktartás mellett jelen van a balesetveszély, állandó balesetveszély. Ez az időszak nem igazán alkalmas műtétekre, nem igazán alkalmas orvosi beavatkozásokra, és a jövő héten még tévdiagnózisokat is kaphatunk. Tehát igazából véve most ebben az időszakban a legjobb pihenni, önismereti gyakorlatokat végezni, önismereti elemzésekbe belemenni, kicsit áttekinteni az eddigi életünket, az elmúlt napjainkat, heteinket, hónapjainkat. Tehát nem baj, tehát a tabula rázára, ugye ezt a kifejezést biztos ismerik, tehát amikor az ember úgy megnézi, hogy mi volt eddig, megpróbál rendet tenni magában és maga körül, ez kifejezetten jó és kifejezetten alkalmas, különösen a jövő hét hétfőig. Aztán utána jön az az időszak, ami a Neptunról szól, a Mars Neptunról szól. Szerintem arról majd csinálok külön egy videót, vagy készítek külön egy videót. Most minden esetre a mértéktartás, a visszafogottság, az önelemző magatartás, még erőteljesebb tudatosság, és, ami nagyon fontos, a felelősség felvállalása. Figyeljük meg ezeket a mondatainkat, amelyeket nagyon gyakran használunk. Így hozta a sors. Nekem ez dobta a gép. Általában ezek a dolgok történnek. Ezekkel az a baj, hogy nincs benne az egyes szám első személy. Én döntöttem így. Félek megoldani helyzeteket, ezért benne vagyok egy úgynevezett se ezt nem akarom, se azt nem akarom helyzetben. Nem tudok dönteni. Ezek nagyon fontos, fontos, hogy kimondjuk ezeket a szavakat, ezeket a mondatokat, mert azzal az önismeretünk fejlődik. Nagyon gyakori, hogy beszélgetek emberekkel, ó, én annyi embernek segítettem, mondják. Oké. És magadnak? Egyensúlyban kell lenni az adásnak és a kapásnak. És az adás az nem csak a külvilág számára fontos. Ebben az időszakban, amikor ennyire nehéz a háttérkonstelláció, akkor nagyon fontos, hogy energiát hogyan szerzünk magunknak. Raboljuk mástól, vagy leülünk egy karosszékbe, és olvasunk egy jó könyvet, vagy kiülünk egy erdőszélére, és gyönyörködünk a tájban, élvezzük ezt a csodálatos késő tavaszi, koranyári hangulatot. Annyi lehetőség van. Na de annyi munka van. Igen, tudom,
Munka mindig lesz. Munka mindig annyi lesz, amennyit csinálunk magunknak. Amennyivel komolyan számolunk. De tessék megérteni, szükség van az én időre. Arra az időre, amikor egy kicsit megállunk a verkliben és elgondolkozunk. Egy kicsit elemezzük, ami történt, és mindent úgy elemzünk, hogy magunkra vonatkoztatva elemzünk. Nekem mit üzen ez? Nekem mit jelent ez? Mire tanít ez engem? És mindig fel kell tenni egy nagyon-nagyon fontos kérdést, hogy ebben a helyzetben mit mondana a szeretet? A szeretet, amely túl kell, hogy lépjen minden hétköznapiságon, túl kell, hogy lépjen minden félelmen, minden akadályon. De a szeretetbe beletartozik a saját magam szeretete is, a saját magam értékelése, a saját magam megbecsülése. Nem valami narcisztikus ömlengésre gondolok. Egyébként ez is egy nagyon-nagyon nagy probléma mostanában. Kérem szépen, vannak személyiségtípusok, és vannak kóros személyiség elváltozások. A narcisztikus az egy személyiségtípus, ugyanúgy, mint a skizoid. Szondi Lipótnak a szemlélete alapján az emberek paranoidok, skizoidok, narcisztikusok, és aztán később ugye felfedezték hozzá a borderline-t. Igen, azért, mert valaki ilyen személyiség még nem feltétlenül kóros. Tehát azért, mert valaki narcisztikus, az még nem jelenti azt, hogy az kóros. Az a kérdés, hogy ezeket a személyiségtípusokat mennyire kórosan alakítjuk. Kóros üldözési mániánk van, kóros narcisztikus ömlengésünk van, kórosan vagyunk nem skizoid személyiségek, hanem skizofrének. Ezek a nagy kérdések. A borderline az egy nehéz személyiség, nem könnyű vele kijönni. De nehogy azt gondolják, kedves hölgyek és urak, hogy a szegényént játszóval könnyebb kijönni, aki állandóan panaszkodik, aki állandóan kesereg, aki állandóan úgy szerzi az energiát, hogy figyelj rám, érts meg, segíts nekem, nagyon nehéz az életem. Mindannyian elmondhatjuk, hogy nehéz az életünk, de ugyanakkor megmondhatjuk azt is, hogy csodálatos életünk van. Ez egy iskola, egy nagy iskola, nem kicsi iskola, nem az általános, nem a gimnázium vagy az egyetem. Ez egy olyan iskola, amit az élet iskolája névvel nevezhetünk el, és ezt mindannyiunknak ki kell járni, mert azért születtünk meg. Az élet iskoláját mindenkinek végig kell járni. És aztán abban vannak jobb pillanatok, és vannak rosszabb pillanatok. Most éppen egy nehéz szakaszban vagyunk. Az egész emberiség, azon belül nyilván azok vannak rosszabb helyzetben, akiknek eleve van Nap-Uránusz, Nap-Szaturnusz, Szaturnusz-Uránusz kapcsolatuk, azoknak nehezebb. Minden esetre most a féken van a hangsúly, a visszafogottságon van a hangsúly, az alázaton van a hangsúly, és az önvizsgálaton van a hangsúly. Természetesen a többi témát is folytatom, csak
úgy érlelődött bennem, hogy mikor jelentkezzek, és hogy tudnám a kedves nézőimet segíteni ebben a nehéz szakaszban. Úgyhogy majd jönnek a gyógynövények megint, jön a következő szimbólumkártya, jönnek azok a pszichológiai összefüggések, amelyek a párkapcsolatra vonatkoznak. Szépen, hát ugye, nekem is van ilyen konstellációm. Van, amikor fáradtabbak vagyunk, van, amikor nem jönnek a gondolatok. Ez a helyzet, ez sokkal jobban kedvez a befelé fordulásnak, az elmélkedésnek, és sokkal kevésbé kedvez a külső megnyilatkozásnak. Szívem szerint most inkább ilyen visszavonuló magatartást javasolnék saját magamnak, de nyilván ezt a tévét, ezt vagy csinálom, vagy nem csinálom, tehát össze kell szednem az erőmet, és időnként jelentkeznem kell, még akkor is, ha most nekem is elég nehéz. De ezt nem panaszkodásképpen mondtam, csak hogy nekem is szembe kell néznem ezzel a helyzettel. Ugyanolyan ember vagyok, mint a kedves néző. Nagyon-nagyon odafigyelni a közlekedésnél, nagyon körültekintőnek lenni, nagyon vigyázni mindenkinek önmagára. Rengeteg baleset történt az elmúlt napokban, és ugye különösen az uránuszos állásnál, nem akarom itt most részletezni, de néztem a rendőrségi híreket, borzasztó dolgok történnek. Tehát itt alapjában véve ahogy a német mondja, langsam, lassacskán, fogjuk vissza magunkat. Aztán majd jön egy jobb szakasz. Most igazából véve, ha ez elmúlik, május 20-a után, nagyjából olyan július 25-éig lesz két hónap, amikor olyan nagyon súlyos állások igazából nem lesznek. Egy-két ilyen kisebb, egy-két napra vonatkozó, de komolyabb, ilyen húzamos, mint most is, hogy majd 20 napig, hát ez borzasztó. Vigyázzanak magukra, Isten áldja önöket, viszontlátásra.